Sziasztok, Dani vagyok, és 20 darab érdekességet hoztam nektek a Pangea TV második epizódjával kapcsolatban. Ha még nem láttátok ezt az epizódot, ne adj Isten az egész sorozatot, mindenképp ajánlom, tegyetek vele egy próbát, vagy előbb hallgassátok meg az érdekességeket, és hát ha ez majd meghozza a kedveteket hozzá. A sorozat címe eredetileg Kréta TV lett volna, ezzel is még inkább kihangsúlyozva, hogy nagyjából milyen történelmi korszakban járunk, de miután egyeztettem Edinával, hogy majd ő fogja szinkronizálni Szintiát, és még az első epizód kiadása előtt, Edina felhívta rá a figyelmemet, hogy a Kréta TV Könnyen asszociatív viszonyba kerülhet az e-Kréta oldallal, amit diákoknak vagy tanároknak gondom nem kell bemutatni. Így némi húzavona után engedtem a nyomásnak, és lecseréltem a kréta tv majd azért döntöttem a Pangea tv mellett, mert ha történelmi időszakban nem is tudtam körülhatárolni a sorozatot, megtettem inkább földrajzi szempontból. Ugye kezdetben egy hatalmas kontinensből állt a szárazföldünk, ezt neveztük Pongeának, és mivel a sorozaton belül is gyakorlatilag egy hatalmas fiktív kontinensen zajlanak az események, ezért ezt a címet ideálisnak találtam. A South Park mintájára azt szerettem volna, hogyha a sorozat 90%-ban némán zajlik, háttérzene nélkül, és csak bizonyos jelenetváltásoknál, helyszínváltásoknál csendül fel egy 5-10 másodperces kis zenécske. És azt akartam, hogy minden egyes nagy területnek külön kis mini betétdala legyen. Így kapta meg a dzsungel sűrűjében játszódó történetszál ezt a benszülött dobcentrikus unga-bunga zenét, kifejezve, hogy hogy bent a dzsungel sűrűjében járunk, de aztán később rájöttem, hogy bizonyos szempontból pont a dzsungel népe a leginkább civilizált nép a sorozatban, és hozzájuk sokkal inkább egy metropolis hangulatú zene passzolna, majd még később rájöttem arra, hogy ezzel a lelketlenséggel, sterilséggel kapcsolatos fóbiám még mindig annyira erős, hogy szépen lassan megpróbáltam kiküszöbölni, hogy ne legyen csend az epizódokban, hanem inkább minél többször, minél több fajta hangulat zene kúszom be a háttérben. Jácint karakterét egy ex-apósomról mintáztam. Többször megéltem olyan hideg, kimért vacsorát, mint amit játszinték jelenetében látunk, és ezekben a szituációkban szinte mindig csak is Státus témákkal lehetett megszakítani a csendet. Értem ez alatt, hogy ki milyen suliban tanult, milyen munkahelye van, hogyan építi tovább a karrierjét, koszos-e a cipője? Egy szóval játszint egy burzsúj snob apuka. Mint azt észrevehettétek, minden karakter neve alliterál a fajának a nevével vagyis általában a keresztnevének az első szótaga ugyanaz, mint a fajának az első szótaga, vagy legalábbis az első egy-kettő betű. Bármilyen meglepő, mindig csak is Magyarországon anyakönyvesztetett neveket választok, igen, a Preston, a Rajmond, a Gorgiás, mind-mind-mind anyakönyvesztetett név. Ezek eleinte, főleg még az első epizódban csak nagyon felületesen passzoltak. Lásd, Raptor, Rami, Ricsi, Dromaeosaurus, Dani. Itt a második résznél már megpróbáltam sokkal inkább alliteráló neveket találni. Lásd, Cintaosaurus, Cili, Cynthia. Pádi, aki játszint hangját kölcsönzi, a szinkron munkálatok alatt végig fideszes apukaként hivatkozott a karakterére, ő így közelítette meg játszintot, így sikerült megalkotnia az előadás módját. Nem ő nevezte el a karaktert játszintnak. A színek itt is nagyon sokat elárulnak hőseinkről. Játszint azért lett zöld, mert ő érzi leginkább komfortosan otthon magát a dzsungel sűrűjében, Cynthia rikító rózsaszínje passzol a legkevésbé a dzsungelbe, ő akar innen a leginkább kitörni. Cili ugye szintén rózsaszín, de ő már ez a kopott fakó szürkés rózsaszín, ezzel jelezve, hogy egykoron ő is olyan volt, mint a lánya, de aztán szépen lassan befásult. Szirom a kisebbik lány színösszetételében találhatunk egy picike rikító ezzel jelezve, hogy ő is azért próbál olyan lenni, mint a nővére, de nála ugye nagyon erősen a kékes, zöld, neonzöld szín dominál, ezzel hangsúlyozva egyben azt, hogy ő is, mint az apja, inkább a dzsungelhez kötődik, de korán sem olyan természetes jelleggel, illetve ezzel a színnel szerettem volna azt jelezni, hogy ő még éretlen a döntéseiben. A cintaoszauruszok fejdísze is nagyon sok mindenről árulkodik. Jácint fejdísze a legnagyobb, a leginkább magasra törő, ő a családfő, viszont az ő fejdísze a leginkább szögletes is, vagyis vaskalapos, konok, konzervatív, berögzült. Sémák mentén látja a világot. Cilié és Sziromé szinte teljesen szabályos gömb, vagyis teljes ellentéte játszinténak. Szintiáé lekerekített, viszont kicsit hátrafelé csúcsosodik, vagyis ő is teljesen ellentéte az apjának, de azért mégiscsak kicsit hasonlít rá, a családban ő az egyetlen riválisa. Cili és Szinti nyakán egyaránt ugyanolyan, fekete sáv van, mint a mindegyik nyakörv póráz lenne. Azonban Szintiánál ezt megpróbáltam úgy rajzolni, hogy vagánynak tűnjön, ezért nagyon sok fiatal lány hord ehhez hasonló nyakláncokat. Cilinél pedig arra törekedtem, hogy úgy nézzen ki, mint egy fejkendős, amis nő. Megpróbáltam minél inkább konzervatív jelleget adni neki. Gabriella megalkotásánál a fejemben az irány Eldorado cseljének szexisége lebegett leginkább a szemem előtt, de Gabriella egyértelműen egy stereotípikus dél-amerikai bevándorló cseléd, akire természetesen csorgatja a nyálát a családfő. Ironikus is, hogy játszint ugye egyfolytában azt hangoztatja, hogy a, hogy a fejdíszek nagyon fontosak, hogy mennyire büszke arra, hogy ennyit zabált és ilyen hatalmasra hízott, Gabriella egy nagyon karcsú élőlény és fejdíszes sincsen. Vagyis Jácintnak ez a státuszmániája egy felvett szokás. Egyébként Viki úgy találta ki Gabriellának az előadás módját, hogy ez a robotikus, hangos bemondó nő volt az inspirációja. Az összes közül ez a legrövidebb epizód, nyitány és táblista nélkül, mindössze 6 perc és nagyjából 40 másodperc. Ez tükrözi a leginkább az eredeti koncepciót, vagyis hogy nagyjából ilyen rövidke kis epizódokat szerettem volna mindvégig felvonultatni a sorozatban. Az epizód szövegkönyve szinte csak is családi, romantikus, zsáner klisékből áll össze. Erre elég sok köpködést is kaptam, amikor kijött az epizód. Nagyon sokan felrótták, hogy semmi eredetiség nincs benne, miközben pontosan ez volt a lényege az egésznek, hogy parodizálni szerettem volna ezeket az ezerszer látott, ezerszer hallott kliséket. De azt sem akartam, hogy nagyon túltoltan, nagyon irreálisan jelenjen meg hanem inkább azt szerettem volna, hogy minél többen magukra ismerjenek ezekben a jelenetekben. De minden pofon után tapráltam, felküzdöttem magam erre a szintre. Nap mint nap több tonnányi táplálékot felzabáltam, hogy ekkorára nőjek. Más evet helyettem? Nem. Én tettem a számba, én meg, én nyeltem le, és én emésztettem. Az egész eddigi életem az zabálásból állt. Jácint megnyíló monológia egyszerre beintés a törtető karrieristáknak, akik természetesnek veszik a másokon való áttaposást, csak azért, hogy gyarapodjon a pénzük, és közben analóg azzal, hogy egy növényevő dinoszaurusznak semmi más célja nincs, mint hogy egyen, 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 és minél nagyobbra nőjön. Majd megláttam egy csont és bőr aki ülni is alig tudott az Allosaurus is egy nagyon-nagyon népszerű ragadozó dinoszaurusz, így őt is mindenképp meg akartam említeni, de mivel ő is kihalt a jurakorszakban, csak játszint emlékeiben tűnik fel, ki tudja hány évvel ezelőttről. Az, hogy játszint páfrányt akart adni az éhező ragadozónak, arra próbálja felhívni a figyelmet, amikor éhező embereknek olyan dolgokat adományoznak, ami nem a szegény embernek, hanem a gazdag embernek érték, például telefon, laptop, és sajnos ez egy igaztori. Miután szintia látszólag hitelesen előadja, hogy egyetért az apjával, Jácint egy puszit akarna adni a lányának, de szintia gyorsan elhajol. Felhívnám rá a figyelmet, hogy ez volt a legutolsó interakció apja és lánya között. Tibor egyértelműen egy nőfaló férfi arhetípust jelenít meg, csak amíg a férfiak átvitt értelemben jól csengő körmondatokkal hűítik prédájukat, addig Tibor szó szerint azt mondja, amit tenni fog Szintiával. Ezzel is jelezve, hogyha a nőket elvakítja a rózsaszín köd, akkor a legriasztóbb jelek sem mentik meg őket. Tibort küllemre, minél inkább rossz arcúra, tipikus rossz fiúra akartam csinálni, aki a fiatal lányok számára vonzó, de közben látszik rajta, hogy a szeme sem áll jól. Ezért kapott olyan mintázatot, mintha a szemébe lenne húzva a kapucnia. Amikor Szintiát felfalják a Tarbosaurusok, azzal a jelenettel a nemi erőszakra szerettem volna felhívni a figyelmet, arra, hogy sok szülő hogyan idegeníti el magától a gyermekét, és akaratán kívül küldi ki a veszélyes világba. A bűncselekmény után ezért kiáltja, teátrálisan a játszint, hogy Miért van, sok toxikus szülőnek egy. Esetleges nemi erőszak után az az első gondolata, hogy miért pont az ő lánya lett kurva. Azzal hárítja a felelősséget, hogy magának kereste a bajt, pedig ő, mint szülő, mindent megadott neki. Éppen ezért a széttépést nagyon naturálisan, mindent mutatva akartam ábrázolni, ám végül inkább a szolidabb kivitelezés mellett döntöttem, remélve, hogy a nézők így is érteni fogják. Hát sajnos a visszajelzések alapján ez nem igazán sikerült. Ez az egyik olyan epizód, amire a leginkább büszke vagyok abból a szempontból, hogy egész sok komplex analógiát fel tudtam sorakoztatni. Szerintem tök jók lettek a hasonlatok és pont ez a téma miatt sokáig ezt az epizódot szerettem volna elsőként kiadni, azt szerettem volna, hogyha ezzel indul a sorozat, de végül inkább a raptorok mellett döntöttem. Egyszerűen a velociraptorok nagyobb húzó nevek. Eredetileg minden epizód végén professzor Piri foglalta volna össze a látottakat, így itt is elmondott volna egy monológot, méghozzá az unikornisokról. Íme a monológ, olvassátok elnyugodtan. Ezzel kapcsolatos érdekes tény, hogy nagyon sokáig a cintaoszauruszokat egy unikornisokéhoz hasonló fejdíszsel rekonstruálták a paleontológusok, de idővel kiderült, hogy a felfedezett példánynak a fejdísze törött volt. az az micsoda -e. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem kellőképpen érdekes érdekességekkel tudtam szolgálni nektek. A sorozatot nem ismerőknek remélem meghozta a kedvét ahhoz, hogy megnézzék a sorozatot, a sorozatot ismerőknek pedig remélem meghozta a kedvét ahhoz, hogy újra nézzék az epizódot, ezúttal eme információknak a tudatában. Hamarosan jövök a harmadik epizód érdekességeivel, sziasztok!